szerencsétlenek, beszélj meg. Nem mondjuk, hogy így. Akkor majd a másikkal is. Na, itt van a kaja. Hihetetlen, hogy szemültséget csinálni, de szét van száradva rajta a tojás. Kérni. Szalácsot nem szereted, mi? Szomkákat szereted? Nem, jó lesz, jó lesz, hogy megeszem. Biztos jó. Lesz pillanat után? Mások kérdel? Nem. Én csak annyi feladatunk nem értek, akkor segítesz. Már azért olyan találka, hogy jár, mondja. Tudom, de a leckén nem tudom megcsinálni. Nem értem a gépot. Előtt idejtek a pedagógusokat, mert ezek elmondják. Nem azért van, hogy elmondják. Valahogy most elmondtam. Inkább tanítani kéne egyszer. Azért, hogy a gyerek 22 főbe esett. Fel kéne adni az anyához rendesen. Szerintem jó tanárok vannak a pedig. Jó? Igen. Jó tanár lenne, akkor nem itt ülnél. Úgy, hogy akár szerencsétlenség, hogy őt kell egyszer a leckő. Anya, azért ülök itt, mert eltettek. Nem az ilyen rossz. De közben nem érted a leckőt. Ez nem akar ez nem múlni. Lehet, hogy nem figyeltem oda, hogy ennyi az egész. Jó. Tehát. És miért, hogy ilyen? Mivel? Megint támadsz? Nem támadok. Jó kell fosztogodni. Sose csináltam volna ezt. Akkor menjél hozzá. Azt mondtam, hogy a kezed. Miért? Jó. Azt mondtam, add ide a kezed! Jó. Akkor elmegyek hozzá. Menjél. Nem tartál vissza. Nem? Menjél. Jó. Jó. Miért? De mit csinálsz? Mit csinálsz, hogy elmegyek majd? Semmi. Meg fog könnyebbülni. Nem. Itt van az több egyet. Mert most annyira jó nekem, hogy itt vagy. Főznöm kell, mossom, takarítanom utána. Nekem jó, hogy eltörök a kezemet?
nézi meg újra. Na, gyere! Anya! Vigyázz meg, még egyszer megteszem. Na, megteszem. Gyere, segítek. Vigyázz meg az el. Én vigyázzak. Akár menjen el a pszichológushoz, de még inkább, hogy az anyjához.
bármiről is legyen szó. Jó, ez hogy... Tehát lehet, hogy mind az igaz, amiket mondtál, vagy képzeted, vagy csúfolját, bármi olyan, nekünk is mennyiféle vagyunk lehet. De egy olyan gyereknek, aki még abban a korban, hogy nem is nagyon tudja verbalizálni. Tehát valami baja, valami olyan ködösnek szokott érződni kamaszkorban az, hogy valami bajunk van, és nem is biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy mi. Tehát neked igazad van, hogy nem a te dolgot helyette megfogalmazni, hogy kislányom, neked az a bajod volt. Egy-két héten belül
megtörténik egy beszélgetés Dóri és az anyukája között. Tehát egy olyan jelenet következik két héten belül, amelyik jelenetet mi most nem fogjuk látni. Már csak azért sem, mert nincs kettő darab nevű színész. De képzeljük el, hogy valamit az ő problémájából Dóri az édesanyjának elmondta. Majd amikor még jövök utolsót beszélgetni, akkor esetleg segíthettek abban, hogy vajon milyen szavakkal fogalmazhatta ezt a gyerek, vagy bármelyikünknek valaki valaha is mondott el olyasmi vallomást, amit most elképzelünk, hogy mi baja lett ennek a lánynak. De képzeljük el, hogy mondott valamit a munkájának. És most eltelik megint egy kis idő, és Dóri anyukája hazaérkezik, hogy indul abba maradtunk, indul a munkába. Nem semmi. Előbb haza kell jönnie. Jó. És otthon van az ő élete párja. Hát egy három éve vannak csak együtt végső soron. Ezzel az élete párjával. Lajos. Hát ezt most egyszerűen Lajos. Szóval Lajos. Úgy döntöttem, hogy ez a most tettem föl 10 000-t az egyik becsnek, ha minden jó, akkor 2 millió.